Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Pár videó arról fog szólni, hogy milyen tragédiák történtek emberi mulasztás hatására, vagy annak következtében. Ma a szélturbinákkal kapcsolatos katasztrófát fogom elmondani nektek. Egy nagyon híres fotó terjengett az interneten. Ez a tragédia 2013-ban történt. A fotón pedig két mérnök látható, amint az égő turbina tetején ölelkeznek. Ez az utolsó ölelés, amit egymásnak adtak, ugyanis utána mind a ketten meghaltak. Erről a tragédiáról lesz szó ebben a részben. A következő részben már most elárulom, ugye nagyon sokan tudjátok, hogy Angliában élek, és a kultúra szerves része a futball, és ehhez kapcsolódó tragédiáról lesz szó a következő videóban. 2013. október 29-e. Négy fős munkacsoport szállt ki Hollandiában egy szélturbina mezőre, hogy általános karbantartási műveleteket végezzenek el a szélturbinákon. Kettő 30 év fölötti volt, és legalább 5 éve voltak a szakmában. Kettő pedig 19 és 21 éves, alig egy éve volt a szakmában. Úgyhogy rájuk különösen igaz lett volna az, hogy felügyeljék ennek a két újoncnak a munkáját. Főleg azért, mert ez a kettő újonc végzett karbantartást a villamosságon. Ő nekik mindenféle felügyelet nélkül jogosultságuk volt, hogy az elektromos dobozhoz hozzányúljanak. Itt történt meg a baj, legalábbis ez volt az egyik része. Négy szélturbinát át is néztek, ha volt esetleg bármilyen karbantartási munka, akkor azt megtették. Elérkeztek a sor ötödik turbinájához is, amikor is megtörtént a baj. Ez a szélturbina 67 méter magas volt. Ezeket a Vestas turbinákat pedig fel kellett volna újítani, de nem újították fel. Vagy alkatrészeket kellett volna cserélni, vagy folyamatosan karbantartani. Ezek nem történtek meg. Néha ilyen időszakos karbantartások voltak, de ez nem volt elég. Nem volt semmilyen megfelelő biztonsági intézkedés, vagy biztonsági eszköz ezeken a turbinákon, mert elvileg a cég azt mondta, hogy nem működtek ők még akkor gazdaságosan, és ezért nem volt pénz arra, hogy ezeket kialakítsák. Akik régebben voltak ebben a szakmában, ők más területen dolgoztak, mint a két újonc. A kettő újonc, mint mondtam, a villamosságon dolgozott, mert volt valami elektromos hiba. Azt próbálták kijavítani. A két idősebb férfi, azért mondom idősebbnek, mert ugye ők már 30-on fölöttiek voltak, a két fiatal meg 19 és 21. Tehát a két idősebb kollega egyszer csak hallotta, hogy a walkie-talkie valamilyen nagyon furcsa zaj van. Egy ilyen sisterjés. Nem értették, hogy mi az. Rögtön kirohantak, és látták, hogy hatalmas tűz van, és a tűz túloldalán rekedtek a két fiatal kollégáik. Ők nem tudtak hirtelen mit tenni. Nem volt náluk se tűzoltókészülék, semmi. De akkora volt már így is a füst, hogy ők még be tudtak rohanni a lépcsőházba, és ők a füstben elkezdtek lefele rohanni, nem láttak semmit, de ez a két idősebb munkatárs, ők lejutottak épségben. Ki lett hívva a tűzoltóság is. Azonban ők nem tudtak mit tenni, nem tudtak 67 méter magasra fölfele ugye, tüzet oltani, nem tudták, hogy most mi legyen, mi történjen. A másik az, hogy füstben állt már a lépcsőház is, úgyhogy onnan sem tudták megközelíteni a két fent rekedtet. Arvidsján és Don volt a két fiú, aki kint rekedt. Próbáltam még többet megtudni róluk, nem nagyon találtam olyan cikket, ami pontosan jobban elemzi a két férfinak a tanulmányait, vagy bármilyen dolgot, amit extrában tudnék nektek információt mondani. Úgy tudom, hogy Arvidsján volt a 21 éves, és Don a 19 éves. Ők ugye fölrekedtek. Kérkezett a tűzoltóság is, helikopteresek is érkeztek, és
Onnan is van az a fotó, amit láthattok, amikor a tűz már akkora a lángokkal ég, hogy nem tudnak rajta, szinte nem tudnak rajta áthatolni, és már csak kimentek a turbina tetejére, és ott ölelkezve, egy utolsó ölelést adva egymásnak, várják a segítséget, vagy várják a véget. Nem tudom pontosan, hogy akkor már ők feladták, vagy még bíztak abban, hogy esetleg egy helikopterrel kimentik őket, vagy valahogy megtörténik a mentés. Persze így könnyű azt mondani, hogy miért nem eresztettek le mondjuk egy kötelet, vagy ilyesmi, de hatalmas tűz volt, nagy volt azt hiszem a szél is, úgyhogy nem volt ez olyan egyszerű, mint azt, ahogy gondoljuk. Ez a kép ez nagyon brutális, és szerintem nagyon szívbe markoló is. Ott volt Don, 19 éves. Tett egy döntést, és úgy volt vele, hogy ő megpróbál még egy utolsó kísérletet azért, hogy megmeneküljön. Berohant a tűzbe, ebbe a hatalmas gömögő füstbe, megpróbálta elérni a lépcsőházat. Innentől kezdve nem tudták, hogy hova tűnt. Lentről csak azt látták, hogy kettőből egy áll már csak kint. Nem tudták, hogy a másik, aki berohant a tűzbe, az most leér, nem ér le, vagy hol van. Ezután a 21 éves Arjan nem tudni, hogy ő önként ugrott le, vagy leesett, esetleg a szél, vagy a füsttől megszédült is az, amiatt elájult, de lényeg az, hogy azt látták, hogy a fiú leugrik, vagy leesik a tetőről, 67 métert zuhant, ő szörnyet halt. Arjan szülei este nézték a tévét, a híreket, ott látták, hogy egy szörnyű katasztrófa történt, egy szélturbina kégett, kigyulladt, és ők csak reménykedtek abban, hogy nem Árcsán volt az, aki ebben a tűzben részt vett, vagy nem ő volt az egyik áldozat. Nem tudtak a szülők semmit. Ők hívták fel a céget, akinek a fiúk dolgozott, és akkor tudták meg, hogy de Árcsán is ebben a csapatban van, de azt még nem erősítették meg, hogy a fiúk él, vagy hal, vagy mi történt velük. Ezután a szülők nem tudtak mit tenni, csak várták a híreket. Miután a tűz egyre kisebb lett, egy speciális munkacsoport is megérkezett, egy tűzoltócsoport, azoknak már volt darujuk, azzal próbálták oltani a tüzet, majd egy másik tűzoltócsapat végül is bement a lépcsőházba, és ott megtalálták Don holttestét. Éjfél után értesítették csak a szülőket, és akkor közölték velük, hogy a fiúk meghalt. A társaság, aminek a fiúk dolgoztak, a sajnálatát fejezte ki. Kiderült, hogy egy áramkör zavar, egy rendszeren belüli rövid zárlat okozta a tüzet. A társaságot tehát nem terheli büntetőjogi felelősség Arjan és Don haláláért. Nem terheli őket felelősség, de se Arjan, se Don nem kapott megfelelő kiképzést arra, hogyha ilyen eset van, akkor hogyan kell eljárni, hogyan kell menekülni, mi a teendő. Nem voltak meg a megfelelő biztonsági eszközök. Tehát vannak biztonsági megoldások. Már akkor is voltak, és nem is értették, hogy egy ilyen turbinán miért nem volt. De a társaságot nem terhelte felelősség. De amúgy főleg Árgyának és Donnak, az ilyen munkásoknak, akik kezdők, és olyan szélturbinára küldik őket, ahol nincs megfelelő biztonsági eszköz, hogy meneküljenek, akkor ők nekik főleg kellett volna biztonsági instrukciókat adni, vagy ilyen kiképzést adni, hogy hogyan kell eljárni, hogyha tűz üt ki. Mert a másik kettő rögtön beszaladt a lépcsőházba. Bár ez a két, hát fiúnak mondom őket, 19 meg 21 évesek voltak, de a két újonc a tűz másik oldalán rekedt. De lehet, hogy még ha a legelején történik ez, akkor ők is rögtön berohannak a lépcsőházba. Nem lehet tudni. Ehelyett, mivel nem kaptak megfelelő kiképzést, megijedtek a tűztől, ott ragadtak a túloldalt, ezért 67 méter magasban semmilyen segítséget nem kapva, már csak annyit tudtak tenni, hogy megölelik egymást, és egy ilyen utolsó bátorítást adnak talán egymásnak. Vagy ha már nem volt kitől, akkor egymástól elköszöntek, mert tudták, hogy végük. 2014-ben indult egy vizsgálat a szélturbina karbantartó személyi biztonsági eljárásának kivizsgálásaival kapcsolatban. Ugye, hogy miért nem volt megfelelő óvintézkedés, meg eszközök. 4 évvel a tragédia után, 2018-ban pedig egy átfogó biztonsági vizsgálatot tartottak az iparban dolgozóknál. Mindenképpen kellett az, hogy
hogy legyen megfelelő eszközük, meg kiképzésük a dolgozóknak. Eszközük a menekülésre, vagy esetleg a tűz oltására. Tehát 4 év kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az egész tragédia megelőzhető lett volna, hogyha a társaság vagy kicseréli a régi alkatrészeket, vagy esetleg felújítja, korszerűsíti azokat. A tragédia hatására az összes turbinán átfogólag, nemzetközileg változtattak az alapvető biztonsági szabályokon. A Vestasnak nem csak ez volt az első tüze, bár mindig azt mondták, hogy ezek a szélturbinák biztonságosak, de nagyon sok tűzeset van, és azt is mondják, hogyha volt egy-egy tűzeset, az valahogy nem terjedt annyira az interneten, azt mindig valahogy nagyon gyorsan eltussolták, vagy egy napig, ha volt róla szó, de rögtön volt más hír is, ezt mondják, hogy azért, hogy ezt biztonságosabbnak tartsuk. De 2011-ben egy tűz alakult ki, egy ilyen Vestas turbinán, mert fék problémák voltak. 2012 tűz Németországban, 2012 tűz Spanyolországban. Írországban összeomlott egy turbina. 2013-ban szintén lángba borult egy turbina. Ez a típusú turbinának voltak igenis tűz esetei. Nagyon sokszor például ez a társaság is online kereskedőktől rendelgeti csak meg ezeket az alkatrészeket. Ezért valószínűleg ezek már használt alkatrészek. Nincs rá semmilyen garancia, csak hát olcsó. Úgyhogy sajnos ez a tragédia kellett ahhoz, hogy ezeken a biztonsági előírásokon, meg szabályzatokon változtassanak. Nem tudom, hallottatok-e már róla, hogyha esetleg van valami extra információtok, esetleg erről a típusú szélturbináról, akkor azt szívesen veszem a kommentekben, egy lájkkal támogathatjátok a csatornámat. Engem nagyon megfogott ez a történet. Ezért is már nagyon régóta foglalkoztatott az eset, de ez egy nagyon szívszorító történet. Volt egy nyaralás is, amikor láttam ilyen szélturbinákat, lehetőségem volt melléjük állni, és akkor tudatosult csak bennem leginkább, hogy milyen magasak ezek a szélturbinák. Persze az ember tudja, hogy 67 méter, az magas, de amikor az ember konkrétan ott áll az egyik mellett, akkor tudja csak elképzelni igazán az egész esetet és az egész dolgot, hogy ez a két fiatal mennyire kilátástalan helyzetben volt. Ott álltak 67 méter magasan, az egyik oldalon a mélység, a másik oldalon a tűz, meg a füst. Belegondolni és borzalmas. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. A következő részben pedig, mint már mondtam, szintén egy emberi mulasztás következtében kialakult katasztrófa, tragédia lesz a videó középpontjában. Itt is egy tűzesetről lesz szó, mégpedig egy stadionnak a tűz esetével fogunk foglalkozni. Remélem a következő részben is találkozunk. Sziasztok!